sokkal jobban meg lehet ragadni egy pillanatot. Te édesapám tanítgatott, ő régen fotózott volt fotólaborja, és megkaptam a régi gépét. Mindent kézzel kellett beállítani, fénymérővel kellett rohangálni. Praktika gép. Itt az Antropospontunál szereztem a gyakorlatot, elkezdtem dolgozni, mint partifotós. Lépcsőfok volt, kell a gyakorlat, össze kell szedni egy adag fotót, amivel fejet tudsz lépni. Ez egy nagyon jó kertet. Teljesen más, hogyha egy buliban fotózol embereket, mint hogyha egy koncerten felépben fotózol. Itt azért több kreativitás kell, mint két összevelkező embert lefotózni. Magazinban, és nagyon biztos, hogy ott van. Fogadjátok szeretettel Somai Márkét, mesterét, aki megnyitja a kiállítást Szipán Martin, hogy a művész. Amit én tanítottam, azt el is hitte, és meg is csinálta. De megmondom, hogy ez nagyon nehéz most tanítani, az ember nem nagyon hiszik el az ember. Messziről ér sokat beszél. De én megmondom őszintén, ez egy vallásos dolog, hogy én tanítsak embereket. Én nekem a Csajás konkurencia, én nem vagyok közösség, mindenkettőt, hogy te volt képeket tudni, én tényleg átadom mindent, amit tudok. Az ő képére nagyon sportás művészet. Nem tudom, hogy Magyarországon hogy tanítják sportás művészetet, nagyon megjönnek komponálva, vannak részen, és nem egyszerűen. Az ő képein ez mind meg. Nagyon szeretnék gratulálni neki, és így nézitek el a képeket. Nagyon jó kompozíció, és a sportás művészetű lemondálva az arca, mert mindig jobban mondják ismerni a gyűjtőző medálgott arcról, mint aki valaki 60 lett. Olvasik rá. Ez volt egy nagyon jó koncert. Vannak olyan koncertek, amiket nem lehetett kibírni, de mégis jó képek sikerültek. Hát nagyon szeretnénk elkezdeni divatfotósként dolgozni, ez a távoli terv. Voltak olyan próbálkozások, Trapper Jóriás Pakán. Azt aztán nagyon nem történt semmi újdonság, de reméljük, hogy ismerjük.